Mint ismert, bővülhet a vállalkozások köre, ahol kötelezővé tehetik az online pénztárgép használatát. Az bizonyos, hogy az online kasszák bevezetését továbbra is a gazdaság fehérítésére szánják. Nem csak a kiskereskedőknek kell majd online pénztárgépet használniuk, hanem a taxisoknak, fodrászoknak, műkörmösöknek, kozmetikusoknak, állatorvosoknak, fényképészeknek, edzőtermeknek is. A gép beszerzését azonban nem teljesen kell majd saját zsebből állni, az állam támogatást ígér. A NAV-hoz bekötött pénztárgépeken keresztül az adóhivatal közvetlenül és folyamatosan rálát a forgalmi adatokra. Hamarabb kiszúrja, ha például valakihez gyanúsan kevés ügyfél érkezik, vagy egy-egy nap vagy időszak forgalma jelentősen eltér a többitől. Volt például, hogy az adóellenőrök ez alapján szúrták ki, hogy a boltost átverik alkalmazottai, a pénztárosok azokban az órákban, amikor a főnök nem volt ott, nem ütötték be a gépbe a vásárlásokat. A pénztárgép forgalmazók arra számítanak, hogy 50-70 ezer új online pénztárgépre lehet szükség. A kasszák bevezetésével a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint tavaly 226 milliárd forinttal nőtt az állam áfa bevétele, és a társasági adó 10%-os növekedését is ennek lehet betudni. Ha a gépet a taxisoknál és a szépségiparban is bevezetik, ez még 20 milliárdot hozhat évente a közös kasszába a minisztérium számításai szerint. Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Magyar Norbert sajtószóvivő. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Nemrég beszélgettünk ugyanerről a témáról, az online kasszákról, hiszen már erről szó volt, hogy bővítik a vállalkozások körét. Most az a kérdés merült föl, hiszen akkor még az előkészületi folyamatok tartottak, hogy mikor leghamarabb. Még mindig az előkészületi folyamatokban járunk igazából. Több megkeresés érkezik be hozzánk az adóhivatalhoz, ugye mind a fodrászoktól, mind a taxisoktól. Tehát azok a vállalkozások próbálják felmérni a helyzetüket, illetve a lehetőségeiket, akik még nem kötelezettek online pénztárgép használatára. Náluk nagyon sok a kérdés. Igazából tisztázni kellene azt, hogy hogyan használják az online pénztárgépeket most a kiskereskedők, és ez nem fog változni a szolgáltatók körében sem, hiszen ugyanaz lesz a módszerünk. Ugyanúgy az online pénztárgépet fogják használni az üzleteikben, illetve a taxikban, és ugyanúgy lehet kitelepüléseken élni ezzel a lehetőséggel, illetve azzal is, hogy valaki készpénzes számlát, illetve nyugtát állít ki majd ezeken a kitelepüléseken. Ugye sok kérdés úgy érkezik be hozzánk, hogy azok a kitelepülések, vásárok, fesztiválok, ahol megjelennek akár a műkörmösök, akár a tetoválást rajzoló kozmetikusok, azok hogyan fogják teljesíteni ezeket a kötelezettségeiket, hogyha online pénztárgép használatára kötelezettek lesznek. Nagyon egyszerű megoldás. Vannak online pénztárgépek, amelyek mozgathatók mobil eszközök, és ki lehet vinni ezeket ilyen kitelepülésekre, illetve teljesíthetik ezt ezeken a helyeken, akár számla és nyugtatömbbel is, kézzel megírt számla és nyugtatömbbel is ezt a kötelezettségüket. Ugye egy-két hónappal ezelőtt merült föl ez a téma, és akkor a Magyar Pénztárgép Szövetség elnöke azt mondta, hogy olyan 50-70 ezer új kasszára és értékesítésre számítanak majd ezek után, és hozzátette azt is, hogy ezeknek a kifejlesztése, ezeknek a kasszáknak a kifejlesztése olyan 3-6 hónapot vehet igénybe, éppen azért, mert ennyire széles a köre azoknak a vállalkozásoknak, ahol be kell majd vezetni. Tehát vannak egyéni igények vállalkozásonként, már úgy gondolom, hogy szakmaterületenként? Ami egyéni igényként fölmerülhet, az leginkább a taxisoknál jelentkezhet, hiszen nekik kell egy olyan speciális szerkezetet kialakítanunk, amelyet be tudnak építeni a gépjárművükbe. Üzletekben, illetve kitelepüléseken az online pénztárgépek kiválóan működnek, a mostani online pénztárgépek is, hiszen ugye a rögzített pénztárgép, illetve a mobil pénztárgép is létező pénztárgépként funkcionál a mai napokban is. A szakmák szerint a nyugtadási kötelezettség, akik hivatalosan működtek cégek, jellemző volt rájuk korábban is. Ugyanígy tennék, illetve teszik a dolgukat azok a hivatalosan bejegyzett cégek, amelyek nem illegálisan működnek, szabályosan működnek. Tehát sok szakma vagy szakmabeli még mindig nem érti, hogy milyennek a jelentősége, hogy náluk is működjön majd ez a rendszer. Igen, többször találkozunk mi is azzal a kérdéssel az ellenőrzéseink nyomán, hogyha nem ütöm be a gépbe, akkor ez miben változik meg, hiszen ugyanúgy vagy adok számlát, vagy nem adok számlát, honnan tud erről az adóhatóság. Ez az online pénztárgép folyamatos online kapcsolatban van a rendszereinkkel, ez azt jelenti, hogy bármikor, bármelyik gépre, akár egy üzleten belül is le tudjuk szűrni azokat az adatokat, amelyek éppen jelenleg bekerülnek a gépbe, illetve addig a pillanatig bekerültek a gépbe.
Tehát ez az időszak folyamatosan rögzítésre kerül. Régebben az elavult gépeknél ugye meg lehetett hamisítani akár az adómemóriát, ki lehetett törölni, akár a kontrollszalagot eltüntették a vállalkozások, és ezáltal ugye nem tudtuk visszaellenőrizni azokat a bevételeket, amelyeket vagy bizonylatoltak, vagy nem bizonylatoltak. Most már nem kell bemenni az üzletbe és próbavásárlást végezni az ellenőrzéskor, hiszen ezt meg tudja a revizor tenni akár kintről egy tablet segítségével is, amely folyamatos internet kapcsolatot biztosít a gép és az ellenőrző között. Ez azt jelenti, hogy le is tudja tiltani, akár meg is tudja szüntetni annak a működését, le tudja zárolni, és nincs lehetőség a további módosításokra sem onnantól kezdve. Tehát a funkciójában teljesen másképp működik, mint a korábbi gépek, illetve az ellenőrzéseinket sokkal inkább segítik azok az adatok, amelyek befutnak. Viszont fontos megjegyezni, hogy nem csak ezen adatok alapján szűrünk, de sok támadás ér bennünket azzal kapcsolatban, hogy beérkező adatok alapján végzett kockázatelemzésünk nem veszi figyelembe azt, hogy változó időszakokban változó bevételeket biztosítanak ezek a gépek, illetve változó forgalommal rendelkezik, akár egy-egy pékség egy napon belül, vagy akár egy-egy időszakon belül, ugye az iskolai időszakoktól eltekintve most valószínűleg egy kicsit csökkent forgalommal fognak például ők dolgozni. Nem pusztán ezen adatok alapján indítjuk el az ellenőrzéseinket, illetve az ellenőrzések nem csak erre támaszkodnak. Ugye elhangzott az is a felvezető anyagban, hogy amióta a kereskedelemben bevezették az online kasszákat, olyan 20-30%-kal több bevétel és áfa bevétel jelent meg a másik oldalon, vagyis a költségvetési oldalon. Szó volt arról, hogy ezeknek a pénztárgépeknek kötelező a felülvizsgálata, és hát ugye ezt a NAV természetesen megteszi, ellenőrzi, nagyon sok mindent lehetett hallani, olvasni ezzel kapcsolatosan is. Tehát akkor alá tudja azt támasztani, hogy ezek a felülvizsgálatok, illetve a rendszernek a folyamatos ellenőrzése garantálja azt, hogy ezek a pénztárgépek megbízhatóan működnek. A vállalkozók számára is természetesen, és az önök oldaláról tekintve is. Ezek a szabályozások pontosan ezt a célt szolgálják. Ugye nagyon sok esetben megpróbálták ezeket a gépeket is manipulálni. Ezek az ellenőrzéskor, az éves ellenőrzéskor természetesen kiderülnek, és szankcióra számíthat az a vállalkozás, aki ezt megtette. Na, nézzünk egy másik nagy rendszert, ami ugyancsak ez évben lett tesztelve, és hát ugye itt már számok is megjelentek, hogy 60 milliárd forinttal gazdagítja a központi költségvetést az új EKR rendszer. Ez egy nagyon szép szám, és az a vállalkozási szám is, az a 43 ezer vállalkozás, amely regisztrált a rendszerbe, EKR számot igényeltek, de vannak még hiányosságok? Mit látnak most? Most inkább a visszaéléseket próbáljuk meg felszámolni, és egy kicsit arra is odafigyelni. Ugye volt egy próbaidőszakunk januártól márciusig, amely arról szólt, hogy nem büntettünk EKR ellenőrzések kapcsán, hanem megpróbáltuk a vállalkozásokat abba az irányba terelni, hogy mindenki szokja meg azt a rendszert, ismerje meg, tanulja meg, és mi is egy picit lássunk jobban bele, mint adóhivatal a működésébe. És a tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon sok vállalkozás üdvözölte ezt a tevékenységet, hiszen itt megpróbáljuk azokat kiszűrni, azokat a vállalkozásokat, akik az áfa visszaigényléssel próbálnak csalni, illetve olyan fiktív áfákat próbálnak visszaigényelni, amely nekik nem jár. Nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy az áruk mozgatása csak papíron történt meg, és ezt alá is támasztotta ez a rendszer, hiszen ez a rendszer nem csak EKR szám igénylésére van kitalálva, hanem arra is, hogy amikor megigénylik egy fuvarozáshoz ezt a számot, és elindul ez a tranzakció, akkor onnantól kezdve a szállítmányozást nyomon tudjuk követni. Akár az útdíjfigyelő kamerák bevonásával is napra készen percre pontosan meg tudjuk mondani, hogy az a kamion hol jár, megfelelően az úti célnak közlekedik-e. Nagyon sok esetben az ellenőrzéskor tapasztaltuk azt, hogy ugyan igényeltek EKR számot, de azt többször felhasználták egy-egy tevékenységnél, és mindaddig, amíg nem történt ellenőrzés, ezzel az egyetlen egy EKR számmal több terméket próbáltak megmozgatni, illetve nem arra az úti célra történt meg a mozgatásuk, ahová igényelték ezt az EKR számot. Tehát a rendszerünk működőképesnek bizonyul, a bevételeink jönnek belőle. Azok a vállalkozások próbálnak meg hangot emelni ellene, akik ugye többletköltségre hivatkozva és adminisztrációs teherre hivatkozva egy picit a forgalmuk, a tisztességes vállalkozások miatt kiesik, visszaesik, hiszen arra kényszerülnek, hogy azáltal, hogy bevallják ezeket a jövedelmeket, egy magasabb árat kell, hogy szabjanak a termékeiknek, és így azok a vállalkozások is versenyhelyzetbe tudnak kerülni, akik eddig még nem voltak ebben a versenyhelyzetben, és nem volt lehetőségük bizonyos pályázatokat elnyerni.
Ugyan eddig körülbelül 8000 vizsgálatot végzett, nagyon röviden ezek lehetnek az elsődleges tapasztalatok, és hát amit mondanak az elemzők is, hogy a rendszer bevezetése óta tisztul a piac, és vannak szektorok, például a hús, zöldség, gyümölcsszállítóknál tapasztalják, és az építőiparban is. Az azért nagyon fontos, hogy a vállalkozásoknak ez ugye fizetési kötelezettséget jelent, de időben rendezni tudják ezeket a kötelezettségeket. Ez a fizetési kötelezettség igazából akkor jelentkezik, hogyha valaki nem lép be a köztartozásmentes adózói adatbázisba, hogy egy 15% biztosítékot kell letenni a termékeknél. Ez azt jelenti, hogy ha valaki belép ebbe az adatbázisba, akkor nincs erre szükség, hiszen EKR számot akkor is igényelnie kell, viszont nem kell a 15%-os biztosítékot megtennie. Tehát, hogyha valaki tisztességesen működő vállalkozás és nincs köztartozás, akkor érdemes ezt a lehetőséget kihasználnia, hiszen egy jelentős többletköltségtől kíméli meg a vállalkozását. Magyar Norbert, köszönjük szépen! Én is köszönöm!